A magyar orgona művészek valaha volt talán legnagyobbik, a Kistétényi Melinda állítólag egyszer azt mondta neki, Mókuska, jó, ha egy évszázadban egy ilyen tehetség születik. Ugyanakkor szerintem ő mindenek előtt, és elsősorban egy valódi reneszánsz ember. Egy ismerőse úgy jellemezte őt, ő megy az élet éttermében, és minden asztalról enni akar. Hát mi tagadás, sok dolog nem békjózza őt, legyen akár Párizsban, Kanadában, New Yorkban, Tájföldön, vagy bárhol a világon. Varnus Szavér van itt. Van olyan társaság, vagy van olyan közeg, ahol te például meg vagy szeppenve? Nagyon kedves dolgokat mondtál egyébként az elején rólam. Említettem a műsor előtt, hogy több adásodat megnéztem, és fantasztikusan jók voltak. De úgy nagyjából az volt a véleményem, hogy ezekben a kis fölkonferálásokban tökéletes nekrológot adsz az illetőről. Tehát, hogyha utána kitágulna a kamerakép, és ott feküdne fölrabatalozva, akkor semmi hiányérzete nem támadna a kedves nézőnek, mert nagyon-nagyon szépen összefoglalsz, és tulajdonképpen az ember ilyenkor úgy érzi, hogy hát az életmű össze van egy kupacba hányva, tudod, hogy a koporsó előtt tartják mindig a kitüntetéseket, úgyhogy... Igen, vannak társaságok. Nem nagyon tudok mit kezdeni olyan emberekkel. Tehát van egy prototípus, amivel nyilván nem, egyszerűen soha nem életemben nem tudtam mit kezdeni. Tehát ha elmegyek néha a Balaton partjára, és meglátom azt, hogy valaki egész délután 30 évi házasság és a délutáni napfény után aszalódva ott ül a kőbányai világos sörével és a lángosával nagyokat böfög, a feleségével oly lekezelően bánik, mint hogyha egy gazella tanult volna meg valamennyire magyarul az állatkertben, tehát kifejezetten állati sorban tartja szinte a családját. Mindezek mellé Fási Ádám üvölt a rádióból, akkor valószínű zavarba kerülnék, hogyha mondjuk vele kéne aznap este elmennem kocsmázni. Ilyenkor például szólsz is, van az a szint, ami annyira fölháborít, hogy odamész és azt mondod, hogy uram, ezt azért ne? Nézd, ennek sokkal egyszerűbb megoldását találom, hogy elkezdem magam szórakoztatni. Ha már mindenképpen egy ilyen társaságban kéne lennem, nem, hát itt most senkit nem fogok rendszabályozni, utóvégre felnőtt emberek, és hát mindenkinek akkor a kötelet kell hagyni, hogy föl tudja önmagát akasztani. Nem, én egyszerűen ilyenkor vagy elkezdem magamat szórakoztatni, mert végül is, ha az embernek kifejlődik tínédzserkora végére egy használható verbalitása, akkor az elsősorban is önmaga szórakoztatására szolgál. Tehát lássuk be őszintén, hogy az emberek nagyobbik része általában nem szórakoztató, általában bőszítően butaságokat tud néha beszélni, és hát ritkában találkozunk a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjainak az átlagos szellemi színvonalával az utcán, mint annak az ellenkezőjével. Tehát, hogyha az ember túl akarja ezt élni, akkor nyilvánvalóan egy ilyen állandó szerepjátékban önmagát szórakoztatja. De ez hogy néz ki nálad például a gyakorlatban? Látszólag az illetőnek beszélek, de valójában magam élvezem a szóképeket. Tehát nyilvánvalóan ő még a kötőszavakat sem érti belőle. De ez viszont számára annál tiszteletre méltóbb. Biztos ismered ezt a régi aranyos történetet, hogy egyszer Balzakot figyelmeztette a nyomdásza, hogy Balzak úr, a tegnap leadott elbeszélésének a kéziratában van egy olyan bekezdés, ahol nagyon-nagyon kuszán fogalmaz, tulajdonképpen értetetlenül, és ami a legfurcsább és önre abszolút nem jellemző, üvöltő helyesírási hibák vannak benne. Balzak elkérte az inkriminált kéziratlapot, elolvasta komoly arccal, majd mosolyogva visszaadta a nyomdászának, hogy uram, önnek teljesen igaza van, feltétlenül így hagyja benne a kinyomtatott szövegön is. Tudja, időnként írok ilyeneket, ugyanis az olvasó elolvassa, abszolút nem érti, és egyre jobban tisztel engem. Szóval ez egy régi módszer. Te, hogy ennyire el vagy engedve, vagy el vagy eresztve anekdotákkal, frappáns megjegyzésekkel, aforizmákkal, ez abból fakad, hogy neked ilyen gyorsan jár az agyad, vagy azt is bemered valami, hogy például típus kérdésekre, típus történetekkel tudsz válaszolni? Hát típus történetekkel tudok válaszolni. Tehát nyilvánvalóan az asszociációs képesség egy bizonyos élethelyzetben előhúz bennem 80 vagy 100 vagy 120, attól függ, hogy mennyi van az agyamba elraktározva egy úgynevezett élethelyzethez. Ne hülyeskedj, 80, 100, 120.
figyelj, aggasztó a jó memóriám. Ez egyébként rettenetesen rossz tulajdonság. Tehát ez úgy néz ki, hogy olvasol valamit, mondjuk olvasol Balzac életrajzáról, találsz egy anekdótát, azt neked nem kell felírni, megjegyezted, egy megfelelő analógia kapcsán pedig előhúzod a zsebedből. Én azért nem szívesen beszélek erről, mert ez óhatatlanul kérkedésnek tűnne, már pedig tényleg nem annak szánom. Ez egy nagyon aggasztó tulajdonság, ez a fajta emlékezet ugyanis. Ameddig társasági anekdotázásról és Balzacról van szó, addig persze rémfrappáns. De most gondolj bele abba, hogy az emberi társadalom a kicsi hazugságokra és a gyors felejtésekre van alapozva. Na már most, hogyha neked a kedvesed azt mondja január 11-én, hogy elmentem anyámhoz és zöld kabát volt rajta. Majd márciusra ugyanez a délután már piros kabáttá változik át, akkor te bármennyire is szeretnéd, nem tudod nem a hiteltelenségnek a számlájára írni ezt a dolgot, mert azt gondolod, hogy ha nála a mamájának a kabát színe ilyen gyorsan változik, akkor azért sok egyéb más is változik, vagy nem mond igazat. Tehát egy átlagos gondolkodású ember, és ez nyilván nem az intelligenciától függ, mert én ismerek hihetetlenül egészen elképesztően intelligens embereket, akiknek gyakorlatilag szinte nincs memóriájuk. Tehát nem feltétlenül ezzel függ össze, de egy átlagos gondolkodású ember úgy veszem észre, hogy ilyen dolgokat 2-3-4 hét alatt gyakorlatilag amnesztiával sújt, és elfelejtődik a kabát színe örökre, sőt a történet is. Te kapod magad azon, hogy akaratlanul vagy akarva, de kormozol történeteken? Tehát kiszínezed? Megmondom, mire gondolok. Faludi Györgyről azt mondtad, hogy ő tanított meg téged élni, majd két oldallal később hozzátetted, hogy notórius hazudozó volt, noha mindig az igazság szolgálatába hazudott. Most nem akarok meg idézetet mondani, de... Nyugodtan, tehát ezt én nem azért mondtam. Kosztolányi viszont azt mondta, hogyha egy ember leáll délután 4 órakor a Nagykörút és a Baross utca sarkára, tökéletesen megfigyeli, hogy ott mi történt, aztán utána ezt szolgai pontossággal megírja, akkor ez az illető, ez nem író, hanem elmebeteg. Tehát azért valljuk be őszintén, hogy abban a pillanatban, hogyha az ember valamit befogadott az agyába, és... utána valamilyen módon, írásban, szóban, egy anekdotában ezt továbbítani akarja a világnak a ráeső szelete felé, akkor rögtön előjön a fiction, non-fiction problémája. És a legfurcsább az, hogy egy idő múlva már az ember maga sem tudja, hogy ezek a dolgok valójában hogy voltak, mert valamiért a mi általunk kialakított történethez szívesebben ragaszkodunk, mint az alaphelyzethez. Te azt mondod egyszer, mint hogy nem a hatáskeltés miatt csinálod? De egész biztos, hogy a hatáskeltés miatt. Persze, mert az a történet, ami megtörténik, és a történet teljes fizikai valóságában nagy hatással van rád, ugyanezekkel a szavakkal és ugyanazokkal a hangsúlyokkal, ahogy ott történt, nem biztos, hogy megállna a helyét már egy elmesélés szintjén. Gondolom, számtalanszor találkoztál azzal a helyzettel, hogy megérkezik egy barátod, rettenetesen vidám, és hosszan mesél egy számodra egyébként tök érdektelen történetet, és közben nagyokat röhög rajta. Igen, mert szegény nem tudja, hogy ő kikerült abból a közösségi erőtérből, ahol az tényleg úgy gyűlt, és az a poén abban az ezred másodpercben, ahogy megtörtént, fantasztikus volt. Kikerült belőle, és már nem az. És na hát szóval itt az embernek két lehetősége van. Vagy örökre ezeket a történeteket elhallgatja, és csak egyszerűen a maga emlékében őrzi meg, vagy pedig egy ilyen Faludi Györgyi vénával azt mondja, hogy hát tegyük, hogy is mondjam, ezt a Mirelit árut mostantól emberi fogyasztásra alkalmassá, tehát meg kell adni neki azokat a sarokköveket, amitől mondjuk olyan Molnár Ferenci színpadszerű lesz. Ilyenkor más miatt csinálod, tehát a hallgatóság kedvéért, vagy saját magadat szórakoztatod most is? Is, hát nézd, utóvégre mindenkiben, de hát különösen, hogyha valaki kicsit is az előadó művészettel köti össze az életét, annak nagyon is kifejlődik két érdekes tulajdonsága. Szóval egyként lakik bennünk a szent, meg a majom. A szent kigondol, megfogalmaz, nagyon sokat meditál dolgokon, a majom pedig folyamatosan közvetíti mindezt a világ felé. Na most hát vannak emberek, akikben, hogy is mondjam, ez az utóbbi élőlény alakult ki jobban, és egyszerűen nincsen mögöttük gondolkodó, és vannak, akik egy életen keresztül szentek, de viszont valahogy nem képes azon a nyíláson, amit szájnak neveznek, igazán kitörni semmi, ami igazán fontos lenne az ő gondolkodásuk szempontjából. Na most az ember folyamatosan ebben a libikókában él. Tehát most miért hozzád jöttem, egy kényszerű 2 vagy 3 napos influenza leterített, viszonylag kevesebb emberrel beszéltem, egész nap olvasgattam. Tehát nyilvánvalóan egy olyan fajta élethelyzetből jövök, amikor volt időm gondolkodni dolgokon. Innentől fogva
most ez a belső memóriatár, ez nyilván jól föl van töltve, újabb és újabb anekdotákat gyűjtöttem össze, tehát föl vannak töltve most a tárak, és akkor mostantól egy kicsit a majom itt zuklóba. Csak egész nyugodtan egyébként, csak bátorítani tudod. Nem, semmi ketrec, és banán nem kell hozzá. Figyelj, és te sokat olvasol ebből következően? Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy az időt jelentős részét, ha van erre alkalmad, akkor olvasással töltöd? Hát olvasással, meg filmnézéssel. Tudod, körülbelül olyan 8 vagy 10 évvel ezelőtt vettem észre azt, hogy borzalmasan gyér volt a filmes tudásom. Egyszerűen azért, mert valamiféle ilyen elitizmus jegyében soha nem tartottam tévét. Illetve egy ideig tartottam, de egyik előző vendéged ébresztett rá, hogy mennyire nem volna szabad tévét tartani. Még akkor itt laktam Zuglóban, és egy délután hazamentem, és a hálószobában föl volt egy nagy tévészerre a falra, működött a tévé, tehát bekapcsolva volt, és az esti híradó ment, és Bárdos Anna is tartotta a híradót. És leültem, és érdekes volt. Érdekes volt, mert végül is ezeket az alapvető ösztönöket egy híradó meg tudja birizgálni. Néztem, és akkor egyszer csak egy olyan váratlan látványt vettem ott észre, ami olyanná tette az egészet, mint hogy egy alacsony költségvetésű amerikai horrorfilmet néznék. Ugyanis a tévének az aljából ki volt csúszva a kábel, tehát úgy értem az antenna kábel, tehát nem lett volna szabad adásnak lennie benne. És akkor onnan néztem, és akkor vettem észre, hogy ezt a tévét, meg egy DVD író és lejátszót fél évvel korábban vettük meg, és akkor egy próba DVD-t fölvettünk az aznap esti híradóból. És az ment, nem tudom, hogy miért kapcsolódott be. És tökéletesen megállt aznap is a helyét. Tehát akkor jöttem rá arra, hogy effektíven a televízióban mindig ugyanazt a hírt olvassák, vagy csak ki van pontozva. Ma Báza keretjén erőszakolta meg a nagypapa az unokáját, jövő héten Sárbogárdon fogja az unoka a nagypapát megerőszakolni. Tehát nagyjából így van az egész kitalálva, és akkor fel is írtam az Andrást, és mondtam, hogy hát tulajdonképpen te győztél meg arról, hogy teljesen fölösleges ez a műfaj. És akkor a tévét örökre megszüntettem az életemben, és rengeteget olvastam, de egyre többször kerültem kínos helyzetben társaságokban amiatt, mert hát különösen a fiatalabb generáció annyira ebben a vibráló, nagyon izgalmas képi világban él, hogy lemaradásban voltam velük szemben. És akkoriban már végleg leköltöztem a Balaton felvidékre, és ott volt egy régi 18. századi szoba, aminek semmi funkciója nem volt, és azt mondtam, hogy mostantól ezt megcsináljuk ilyen mozi szobának, és ha lent vagyok, már pedig szinte mindig lent vagyok, akkor kötelező minden nap két filmet megnézünk. Tehát ott van egy ilyen 6-8 fős kis közösség rettentesen értelmes emberekből, akikkel egyszerűen kötelességszerűen leülünk délelőtt és délután, és megnézünk egy-egy filmet, utána beszélgetünk és konyakozunk. És egyébként ki a te társaságod? Például ott vidéken. Tehát mi kell ahhoz, hogy valaki közel kerüljön hozzád? Valahol azt mondtad, hogy a te erogén zónád az agyad. Jó, csak ez most, tudod, egy kicsit, tudom, hogy nyilvánvalólag, hogy is mondjam, te most ebből a mondatodban egy kicsit meg akartál felelni a fővárosi, hogy is mondjam, sztereotípiáknak, de hát azért akkor is kimondtad, hogy ott vidéken, úgy nagyjából ebbe azt lehetett érezni, hogy az emberek... Nem, Buda, én is vidéki vagyok, nem vagyok az emberek Budaörstől fogva, vagy csak oxigén palackkal szoborra szabad. Nem, 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 ez rosszul érezted. Nekem megdöbbentő az, hogy mivel ugye azért mégiscsak... Én is Pesten születtem. Nekem megdöbbentő volt az, hogy a vidéknek, a magyar vidéknek milyen hihetetlen szellemi kapacitása van. Tehát én ott a Balaton felvidékén, a környéken, most nem a nyáriakat veszem, mert hát azért nyaranta ott lakik szinte pár sarokra Ferge Zsuzsa, vagy ott Monoszlón rengeteg értelmiségi él nyaranként, de ha csak a téli időszakot veszem, hihetetlen szellemi kapacitás van ott. Csak hát mivel Magyarországon ez a fajta szellemi közösség élet, ez nem létezik. És gyanítom, hogy soha nem létezett. Tehát ezek a 30-as évekbeli kávéházi legendák, meg az akkori nagy közösségek, ezek. Én azért még beszélgettem azokkal az öregekkel, nagy öregekkel, nem csak Faludival, de leginkább Fejtő Ferenccel, aki tényleg részese volt ennek, hiszen azért ő még a Nyugat utolsó bedolgozó munkatársa volt. És azt mondja, hogy ez nem volt igaz. Tehát igazi szellemi munkaközösségek nem léteztek. Az írók akkor is, meg a művészek általában magányos kis elefántcsontornyokban éltek, oda biccentettek egymásnak, néha egy-egy viccet vagy anekdotát elmondtak, de nem voltak összefogásban. Tehát ma sincsenek.
Nekem az a megdöbbentő, hogyha például lemegyek nyaranta tankolni a benzinkútra oda a lakóhelyemhez közel, akkor a benzinkúton mindig legalább 2-3 Kossuth díjassal találkozom. És amikor megkérdezem, hogy ide jártam, hogy olcsóbb, nem, itt van a házam. Tehát azért hihetetlen emberek vannak ott. Sőt, olyannyira, hogy a jövő nyár legelső hétvégén lesz az én kis 250 személyes szabadtéri színházamnak a megnyitója. Tudod, ez egy nagyon régi családi birtok, tulajdonképpen kihasználatlan volt, mert nem könnyen megközelíthető, és volt egy fantasztikus lanka, és ez nagyon közel van Kapolcshoz is, és elhatároztam, hogy csinálunk ott egy igazi görög színházat. Úgyhogy most már a földmunkák megtörténtek, és félig meddig a betonozás is, és egyik éppen a mai napon felvételben vendégül látott közös barátom, Töröcsik Mari lesz az, aki megnyitja. Úgyhogy én nagyon is számolok ott a helyi közösségnek a kulturális felvevő képességével, mert tudod, én vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 22 évvel ezelőtt rájöttem arra, hogy egyszerűen a vidéki ember nem azért nem jár mondjuk komoly zenei koncertre, mert nem szereti a komoly zenét, hanem azért, mert nincsen vidéken komoly zene. Tehát ha megnézed, akkor a megyeszékhelyeken még nagy ritkán van, de mondjuk egy Tapolca nagyságú városban, ami egyébként fantasztikus, tényleg csodaszép kis város, egy Tapolca nagyságú városban egy évben 2 úgynevezett komoly zenei koncert van, amit a helyi zeneiskolának a művésztanárai játszanak el. De azt, hogy mondjuk valaha történelemben Sziatoszláv Richter oda ment volna, ez szóval teljes valószerűtlenség. És én azt gondolom, hogy igaza lesz majd előbb-utóbb Fejtő Ferencnek, ő nekem azt mondta, úgy 10 esztendővel ezelőtt, hogy ha az ember a 70-es években Lyonban meg akart hallgatni egy jó operát, akkor föl kellett ülni a TGV-re, el kellett menni Párizsba, és ott meghallgatta, aztán hazament. Ma annyira kifejlődtek ezek a regionális, kulturális központok, és olyan fantasztikus színvonalat hoznak, hogy majd gyakran a párizsiak ülnek föl a vonatra, hogy elmenjenek meghallgatni egy lyoni operát. Hozzáteszem, hogy Magyarország történetében is volt ilyen. Már bocsánat, hogy lekisfiúzlak, de hát sajnos hozzám képest, mert te is kisfiú vagy, de hát talán még nem emlékszel arra, én viszont igen, hogy például a 70-es években és a 80-as évek legelején egyszerűen szinte zarándok utak indultak a Kaposvári Színházba, mert akkoriban ott egy olyan társulat persze volt. Persze Babarczy László. Igen, de félelmetes időszak volt az. Tehát azt mondom, hogy létezett Magyarországon régebben is ez a kultúrturizmus, de ezt azt hiszem minden értelemben, jó értelemben vissza lehet hozni. Csak azért is döbbentem meg rajta, hogy ennyire élvezed a vidéki létet, mert téged egy abszolút urbánus léleknek gondolna az ember, különösképpen itt távolról megismerve, aki tényleg jól érzi magát New Yorkban, Kanadában, Pesten, de bárhol a világon. Te hol vagy egyébként otthon? Tehát most jelen állás szerint hol érzed magad legjobban? Igen, csak látod, szóval itt azért egy alapvető probléma előjön, ami tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt döbbentett rá a valóságra. Ültem az András úton a kedvenc kávéházamban, gyerekkorom óta, szó szerint gyerekkorom óta, mert ugye oda jártam a szomszédba, a konzervatóriumba, és annyi volt a Lukas óránk, hogy egyszerűen akkoriban még úgy nem, hogy is mondjam, akkoriban még nem voltak vérmes államtitkárasszonyok, akik rögtön a Lukas órák előtt leblincseltették a gyerekeket, aztán utána a következő óra előtt kiengedte őket. Tehát akkoriban szabadok voltunk, és bennem ültem mindig ebben a kávéházban, hát ültem, hát semmi más nem tudtam csinálni, csak ültem meg. Aztán a pincérek szerettek annyira, mert időnként hallottak zongorázni, hogy adtak időnként egy pohár vizet nekem, tehát inkább a feeling kellett nekem, mint maga a kávéháznak a kiszolgálása, mert effektíven aztán nem volt rá pénzem, hogy ott ülhessek, de mégis ültem. És ugyanebben a kávéházban 3 esztendővel ezelőtt ültem, csodálatos május volt, az a sírnivalóan szép napnyugta, fák ilyen pöttyös foltokban engedték át a napfényt, és körülöttem pestiek mentek, jöttek biciklikkel, meg gyalog, és egyszer csak valami nagyon-nagyon rémisztő érzés csapott belém, mert rettenetes elvágyódásom kezdődött, hogy üljek Budapesten, az Andrássy úton, a kedvenc kávéházamban májusban is, a pestiek sétáljának körülöttem. Mert akkor jöttem arra rá, hogy a vizualitás az azonos, de a tartalom már nem. Mert az én pestieimhez, hogyha oda menne egy külföldi, vagy csak egy vidéki, és megkérdezni, hogy tessék mondani, hol volt itt a japán kávéhez, akkor az oda mutatna. Sőt, még azt is megmutatná, hogy itt ezen a sarkon volt az a pont, ahova József Attila és Fejtő leültek és beszélgettek. Ha
Most oda megyek a nagyobbik részükhöz, akkor bármennyire is próbálom magam konvertálni, már nem is biztos, hogy megértem a nyelvüket. Tehát nagyon átváltozott ez a világ, és az én Pestem, amiben úgy jól éreztem magam, azért szóval egész precízen fogalmazva, ez már nem az a nő, akiben valaha szerelmesek voltunk. És mit csinálsz te ott lenn, vidéken? Hát elsősorban is rengeteget orgonálok, rengeteget... Az egy meghatározott napi rend nálad, vagy amikor épp kezed úgy tartja, oda ülsz mellé? Valószínű, úgy 1200 esztendővel ezelőtt úgy kezdődött, hogy amikor kedvem tartott, akkor odaültem hozzá, de szinte állandóan kitartott ez a kedv. Ezért úgy nagyjából hasonlóképpen néz ki a reggelem, hogy fölébredek. Mondjuk ébredek. Hány órakor? Hát egész pontosan 9-kor ébredek, mert tudod, annak idején az én nagymamám még 1922-ben összeállított egy házi rendet, ami részben a háznak az akkori személyzetét korlátozta, de javarészt inkább a családot, mert egyszerűen a nagymamám, aki egyébként egy fantasztikus, hát úgyis milyen polgárasszony volt, és életében egy percig nem dolgozott, retteltesen szerezte mások életét szervezni. 41 házasságot hozott össze, és abból csak egy jött vissza reklamálni. Igen, ott a feleség sírva mondta el a nagymamámnak a házasság megkötése után egy héttel, hogy a férj bevallotta neki a nászi szakán, hogy az őket összeadó pappal van viszonya már évek óta. De aztán egyben maradt a házasság. És a nagymamám 22-ben megírt egy ilyen kvázi menetrendet. És részben lustaságból valahogy ezt soha senki nem update-olta. Úgyhogy ez nagyjából mindig egyformán történik. Van egy tündéri aranyos házvezető nem ott lent, aki minden reggel 8 órakor, mint a Don Giovanniban a kőszobor megérkezik, bejön, és akkor 9 órakor, ha kell, ha nem, ha minden vendégszoba tele van, ha csak egymagam vagyok a házba, akkor is minden szobából bekopogtat egy kanna Earl Grey tejával, és irgalmatlanul kiver mindenkit, amit egyébként meg kell. Ja, hogy akkor ez nem saját döntésedből fakad, tehát az a 9 órai kellés, hanem a házvezetőnő erélyes fellépésében. Tudod, hogy távolról nézve az én szabadságom biztos nagyon szabad, de hogyha cizelláltabban nézzük, hogy mondjuk az embernek az ilyen családi rendelkezések 22-ben mit írtak elő, akkor már kevésbé így van, 9 óra. És ha nem kelek fel, akkor ezzel fölborítom a ház egész rendjét, mert hát ugye van egy nagyon szigorú takarítási rend, aminek értelmében ott mondjuk negyed óra múlva akkor is megjelenik az én jó éván mindenfajta elborzasztó szerkezetekkel, ha akarom, ha nem, és egyszerűen rossz hiszemű betulakodónak érzem majd magam a saját hálószobámban, úgyhogy igen, be vagyok szorítva egy rendben. És amikor kivernek onnan, addigra már tudom, hogy a szalon az ki lett takarítva, tehát az ember már csak kényszerül is rögtön fölmegy a szalomba, ott megiszom a tejámat, és már bekapcsolom az orgonát, és már játszom rajta. Akkor játszom. Ilyenkor gyakorolsz, vagy saját örömre csak úgy odaülsz, és andalogsz egy picit? Nézd, ha nagyon kell készülnöm valamire, akkor mindenfajta saját örömet vissza kell szorítani. Tehát volt ilyen, amikor most például 3 esztendővel ezelőtt egy rettenetesen nehéz műsort kellett eljátszanom a Művészetek Palotájában, és ráadásul ez számomra egy kicsit egyfajta missziónak is számított, mert olyan szerzőket játszottam, akikről meg vagyok győződve, hogy rajtam kívül senki nem játszotta volna őket el Magyarországon. Egészen pontosan szinte ma már elfeledett 20. század elejéi fantasztikus, romantikus komponistákat, marha nehéz dolgokat írtak, iszonyú nehéz volt megtanulni, és akkor például mindenfajta ilyen örömzenélést háttérbe szorítottam, és akkor, mintha a lángépgyárban lennék maru szakmunkás, minden reggel 8 órakor, vagy 9 órakor megjelentem az orgona mellett, és elkezdtem bélyegző óraszerűen a napi műszakot, és nagyon be volt osztva. Ha nem ennyire szoros az életmenetem, akkor orgonálgatok is, meg gyakorolgatok is. Most egyébként éppen egy ilyen kínosabb időszak elé nézek, mert most sok mindent kell megtanulnom, nagyon komoly a restanciám. Mondjuk egy átlagos napon mennyit orgonálsz? Amikor mondjuk különösebben nem is kell készülnöd... 5-6 óra. 5-6 óra. Igen. Tehát mondjuk kora délutánnál járunk, tehát mondjuk 4 óránál, 3-4 óránál. Nem tudom ezt pontosan beszorítani így, mert miután mondjuk az egyébként törvényerejű rendeletszerű
9 órás ébresztés megtörtént, onnantól fogva azért mindig attól változik a nap, hogy éppen kiérkezik ebédre, vagy nekem hova kell elmennem. Tehát azért ilyen kisebb változások vannak, és ez mindig meghatározza. Ami biztos, hogy este a nagyfilm után még én sokat szoktam orgonálni, mert este ugye van a kötelező nagyfilm, amit mindig megnézünk, és akkor utána még sokat orgonálok, az aztán ilyen fél álomba szokott belehúzódni, és néha már másnap nem is emlékszem, hogy tulajdonképpen pedig voltam az orgona mellett. De kitaláltam ennek egyébként élvezetesebb módjait is, amikor ezt a nagyon kínos gyakorlási szakaszt kell az életemben teljesíteni. Például hosszú esztendőkön keresztül Tájföldre jártam. Véletlenszerűen kerültem annak idején oda, mert valaki helyett elmentem, aki az utolsó pillanatban lemondta az utazását. Átvettem az utat, úgy jutottam el, és tényleg rájöttem, hogy a tájföldieknél aranyosabb, kedvesebb, mosolygóbb, és probléma megoldásra képtelenebb emberek a Földön nincsenek, és ez nekem pont megfelelt. Úgyhogy én akkor majd 10 évet mindig ott töltöttem a téli időben, és hozzáteszem, hogy azt a 3 hónapot, amit ott eltöltöttem, azt gazdaságosabban vészeltem át, mint hogyha Pesten éltem volna, és önkiszolgáló étteremben eszem ugyanakkor. És az egyik legkedvesebb, mondjuk megoldásom ezekre a hónapokra az volt, hogy mindig elmentem a helyi. Van egy Tesco, aminek az a neve, hogy Lotus Tesco, ugye az a cégcsoportja tartja, csak ott Lotusnak hívják még a Tesco mellett. Elmentem ebbe a bizonyos nagy bevásárlóközpontba minden egyes év vagy nyaralás kezdetekor, és vásároltam magamnak egy ilyen magyar pénzben 5000 forintért megvásárolható szintetizátort, ami elemmel is működött. Az volt a lényeg, hogy a billentyűk pont olyan méretűek legyenek, mint a szabvány. És utána a napi rutinom az az volt, hogy reggel lementem a tengerpartra, és kiraktam az orgonát, vagyis ezt a kis nyenyerét, fölvettem egy bézbosokát, és úgy gyakoroltam. Miután közben pesgett körülöttem a világ, és mivel ott már annyi bolondot megtűrnek, és egyel több, az már nem is volt zavaró ebben a csatakében, éppen ezért hihetetlen, hogy például Hidas Frigyesnek az egyébként borzalmasan nehéz orgona versenyét, amivel felavattam 2006-ban a Művészetek Palotájának a nagy orgonáját, azt ott tanultam meg. Fricinek, amikor még akkor élt szegény, amikor mondtam, hogy én ott fogom ezt a művet megtanulni, kételkedett, mert a bemutató előtt egy hónappal érkeztem haza. És ő azt gondolta, hogy én majd csak egy hónappal előtte kezdem megtanulni, és arra tényleg kevés lett volna az egy hónap. De nem, oda mentem, leültem minden nap a tűző napfényre, vagy beültem egy ilyen sátor alá, és ott a tengerparton néha ilyen drótból hajlított lábai voltak ennek a szörnyetek hangszernek, ez ugye a hullám bele is csapott az aljába, és én remekül megtanultam a dolgot. Tehát mire hazajöttem, addig teljesen üzembiztos voltam, és mehetett a koncert. Tehát egy kicsit beavatódjunk egyáltalán az orgonna világának erős sorrendjébe. Te például hova sorolod magad? Akár Magyarország, akár világviszonylatban orgonaművészként. Nézd, azért most nem egy diplomatikus választ szeretnénk adni, hanem az igazságot mondanám, még a diplomatikus válasznak tűnik is. Azért a zenevilága az lényegében különbözik a lóversenytől, mert a lónak, ha 5 centivel hosszabb az óra, akkor nyilván ő fog befutni legelőször. Na most, ha föltenném neked ezt az egyébként kicsit modortalan, de mégis költői kérdést, hogy te kit szeretsz jobban? Sziaszoszláv Richtert, Vladimir Horovicot vagy Arthur Rubinsteint, akkor nyilvánvalóan visszaválaszolhatsz teljesen jogosan egy ilyen mondattal, hogy elmebeteg vagy, hiszen hogy lehet ezeket összevetni? Hát mindegyik egy mag sajátos univerzum, egészen más zenei világa, más gondolatokkal, és legfeljebb a hangulatok határozhatják meg. Tehát nyilván van egy alapvető szakmai szint, amit meg kell tanulni. Tehát, hogyha valaki mondjuk 20 éves pályafutás után is a C-dur skálába beleakad, akkor valami baj van az alapokkal. Tehát ne is erről beszéljünk, hanem az, hogyha valaki tényleg a zenélésnek a technikai részét nagyon precízen megtanulta, és van valami sütnivalója azokhoz az érzésekhez, ami a zenében van, akkor onnantól fogva már rém nehéz ezt csinálni, mert nekem azért a fiatalságomban, és ezek kihúzottak egészen mostanáig, nagyon sok idolom volt. Az egyik azt nem olyan régen járt itt, 81 néhány évesen végre eljött hozzánk a Művészetek Palotájába, Zhang Yiyu, fantasztikus muzsikus, ami szakmánknak az egyik legnagyobb élő nagysága, vagy talán a legnagyobb valóban a legnagyobb. Te azt látod, csak meg tudod állapítani, hogy ő a legnagyobb. De nála sem abból, hogy elmegyek egy koncertre és meghallgatom. Nem abból,
mert valljuk be őszintén, most legutoljára, amikor a Művészetek Palotában játszott 81 néhány évesen, akkor hát már önmaga árnyéka volt így lejátszva a koncertet. De én ismerem azt az iszonyatos életutat, ami mögötte van, ismerem a teljes repertoárját, ismerem az 50-es, 60-as évekbeli felvételeit. Tehát én azért ezt az egészet összegzem. És látod, itt például egy érdekes kérdés jön elő, hogy kezdetben, mivel ugye elég erősen kapcsolódom a házhoz, kezdetben a Művészetek Palotájának az összes nagy úgynevezett sztárkoncertjére elmentem. Aztán egy ponton előjött az a furcsa belső kényszer, hogy mondjuk ültem a vár alatti lakásban, YouTube-ot nézegettem, ránéztem az órámra, és azt mondom, 5 óra. Most kéne elindulnom zuhanyozni, meg is kéne talán borotválkoznom, mert már eléggé szőrös vagyok, aztán kéne valami ruhát keríteni hozzá, aztán le kéne menni az autóhoz, lehet, hogy még útközben találkozom a közös képviselővel, aki megint föl fogja borzolni az idegeimet, aztán keresztül húzom magam a Pesti dugón, beállok a MIPA parkolójába, fölmegyek, meghallgatom ezt a világnagyságot, akinek az egész életművét ismerem, de közben megöregedett. És lehet, hogy őrült csalódás lesz nekem ma őt hallgatni. Megéri ez az egész véráldozat? És sokszor azt mondtam, különösen az első koncertek ismeretében, hogy inkább itthon maradok, és meghallgatom az ő 20-30 évvel ezelőtti felvételeit a YouTube-on. Tehát igen, nagyon sokszor ez az én bajom, hogy egy-egy koncertből, különösen ezeket a nagyságokat visszahallgatni, már néha sírgyalázás. De nem álszerénységből térsz ki a válasz elől, ugye? Nem álszerénységből térek ki a válasz elől. Hát figyelj, nézd, vannak roppant rossz organisták, és vannak roppant jó organisták. Tehát borzalmasan széles ez a mezőny. Te mondjuk a roppant jók közé tartozol. Kérdezem. Attól függ, hogy milyen most nem akarok kitérni, de attól függ, hogy milyen kritériumrendszer szerint nézed. Fizikailag jól megtanultam orgonálni. Nem voltam soha a klasszikus organisták közé számítható, akik borzalmasan, keményen megtanulnak egy hagyományt, és aszerint gondolkodnak. Tehát a számomra mindig rettenetesen fontos volt a dolgok újraértelmezése. És kezdet óta mindig azt mondtam magamnak, hogy nem érdekel, hogy Shakespeare hogy adta elő. Nem érdekel, hogy Molière hogy adta elő, és az sem túlságosan, hogy Bach hogy adta elő. Mert ő annak a kornak beszélt. A legrosszabb az ezekben az egész dologban, hogy annyira megváltozott a közeg, a befogadó közeg, annyira más ma az ember, annyira másak az időarányok, hogy nem lehet ugyanazt az előadó művészi teljesítményt ma etalonként állítani. Tehát te mintha törekednél is arra, hogy mindenáron eredeti légy, nem? Francia színház történészek, különösen Jacques Langnak a működése alatt, nagyjából megcsináltak a rekonstrukcióját annak, hogy milyen volt egy Molière előadás eredetiben. Egy-kettő előadást csináltak, és botrányba fulladt. Az a kor, a maga idétlen, fehéreken darcukba, szépségfoltos, risporos parókás világával, az iszonyatos modoros francia beszédével, a félig üvöltözött affektálós stílusával. Tehát ahogy a franciák akkor beszéltek arisztokrata körökben, azt ma Budapest legfeljebb az Alter Ego klubban látni. Tehát azt mondom, hogy ha ezt visszahoznák, akkor az üzenet sérülne. Mert nyilván Molière-nek, mint Shakespeare-nek van egy nagyon fontos üzenete, még a Vígjátékaiban is, de hogyha ezt a fontos üzenetet egy manér, ami 200-300 éves, egyszerűen a maga idétlenségével lefedés, a szerencsétlen néző nem képes másra figyelni, csak erre a modorra, akkor eltűnhet mögött a lényeg. És ugyanezt mondom Bach-hal kapcsolatban is, hát azért van egy eléggé számomra meghatározó pici kis Bach levél részlet, amikor egy unokatestvérének panaszkodott arról, hogy már napok óta nem képes komponálni, mert a lipcsei főtéren a Tamás iskola előtt elment pár nappal korábban egy ökrös szekér, és nem volt megzsírozva a kereke, és olyan nyikorgás csapott, amíg elment, hogy ez a nyikorgás, ez kiverte a fejéből a zenei hangokat. Jó, nyilván blikkangos válasz volt Bachnak, valószínűleg éppen lemaradásban volt valamivel kapcsolatban, hogy megkomponáljon. De akkor is benne van az, hogy ő egy más élethelyzetben élt. Tehát akkoriban sokkal nagyobb akusztikai vákumban éltek az emberek, mert nem volt annyi zaj, és főleg nem volt annyi zene. Hát belegondolsz abba, hogy mondjuk a 17. vagy 18. században egy ember jó esetben hétvégén a templomban hallott zenét. De sehol máshol.
És én arra emlékszem, hogy amikor Torontóban, a Roy Thomson Hallban beszálltunk egyszer, volt egy koncert, ami Leonard Bernstein vezényelt, és én orgonáltam Saint-Saënsnek az orgonás szimfóniáját, és a próba után beszálltunk a liftbe, és hogy beszálltunk a liftbe, és mentünk fel az öltözők felé, a liftben is amerikai módon szólt a zene. És emlékszem, hogy Bernstein, aki maga volt a két lábon járó zene, így fölnézett, ilyen elkeseredett acsarkással, azt mondta, hogy mindenhonnan ömlik a zene, túl sok a zene. És ez így van. Tehát egy egészen más akusztikai közegben élt az akkori ember. Ott hetente egyszer zenét hallgatni ünnepi és ritka alkalom volt. De te miért törekszel mindenáron, hogy ezeket a bizonyos határokat legalábbis kifelé szoríts, vagy legalábbis próbáld? Azért, mert nekem nagyon fontos magában a műben lévő üzenet. Tehát... Ez például PR célokat nem szolgál? Nem hiszem, hogy bármit szolgálna ilyen értelemben. Olyan értelemben, hogy esetleg nagyobb hírverése legyen, fölhív magadra a figyelmet. De mondj rá példát, hogy mire gondolsz, mert hát nyilvánvalóan akkor te most ebben a prekoncepcióban gondoltál valamire, hogy valamit miért csináltam. Hát például a Star Wars zenét beválogatni, vagy akár a Harry Potter zenét fölvenni a repertoárba. Megkeresett nekem a Sony-nak a vezetősége, és nyilvánvalóan fent a fogát a közönségemre. Azért tudják, hogy Európán belül egy jó pár millióra tehető azoknak a száma, akik valamilyen módon érintettek voltak az utóbbi esztendőkben az én muzsikálásomban. Fölhívtak, hogy ők nagyon szeretnének egy CD-t kiadni, és ennek a CD-nek mindenképpen adjunk egy olyan tematikát, ami azokat a tömegeket is bevonza majd esetleg, akik még idáig érintetlenek voltak. És ők találták ki ezt a Star Wars dolgot, de mivel éppen ott volt a kisebbik fiam ennél a megbeszélésnél, és a kisebbik fiam valaha a Harry Potternek a második részében szerepelt, mint angol gyerekszereplő, ő hirtelen bedobta azt, hogy de mi lenne, hogyha beraknátok a Harry Pottert is, mert ő meg azóta is ennek a bűvöletében él. Tehát úgy gondol a Harry Potterre, mint Farkas Bertalan az űrre. És mondtam, hogy miért is ne. Na most az volt a vicces, hogy én életemben egy Star Wars-t nem láttam, valahogy soha nem vonzott az a film, tehát én tulajdonképpen zenét sem nagyon ismertem, én a Kottából ismertem meg. De utóbb jónak bizonyult a dolog, mert hisz miután a Sony kiadta utána, hogy talán fél évvel rá kaptam egy nagyon kedves levelet John Williams-től, hogy nagyon tetszik neki ez a verzió. Kiderült, hogy neki hivatalból küldi meg, mert hát ő is a Sony-nál dolgozik. Hivatalból küldte meg a Sony ezt a CD-t, és azt mondta, hogy neki nagyon tetszik, és ha tudta volna, hogy a birodalmi indulóban például az orgona ennyire össze tudja fogni a hangzást, tehát ennyire tömör alapot, már beleírta volna eredetileg is ezt. Tehát ez egyébként kifejezi azt, hogy a zeneszerzők, mivel az orgona azért egy ritka és rumlis hangszer, mennyire nem is gondolkodnak abban, hogy az orgonát használják a mindennapokban és a mindennapi filmzene gyakorlatban például. Ha meggondolod azt, hogy mondjuk életedben megnéztél, gondolom már legalább nem tudom, 100 vagy 200 krimit a tévében, és soha nem hallottál orgonát, nem? Pedig hát az orgona a speciális hanghatásaival sokkal izgalmasabb dolgokat tud csinálni, mint bármi egyéb hangszer. Na most egyébként Zhang Yi-nak, akit előbb említettem, aki itt volt nálunk a művészetek palotában, ez volt az egyik legnagyobb és legizgalmasabb tulajdonképpen felfedezése, hogy az orgonát valóban koncerthangszerré tegye. Az orgonával ugyanis az volt a baj, hogy részben jót tett neki, részben rettenetesen rosszat az, hogy a nyugati kereszténység hangszere lett. Jót tett, mert fönnmaradt a hangszer, ez a régi római kori hangszer fönnmaradt, fejlődött, izgalmas lett. Rosszat, mert viszont ugyanakkor egyfajta szentehénként csak kerülgetni lehetett, és ha belegondolsz, hogy a világ első orgonakoncertje, konkrét orgonakoncertje 1920-ban volt, akkor az orgona nagyon későn került be, mert mindig blaszfémiának tűnt az orgonát koncerthangszerként használni. Mindig azt mondták, hogy ez csak a szent harmóniák játékára alkalmas. Magyarországon 1907-ben készült el a Zeneakadémiának az orgonája. Koncertteremben lehetett koncertezni, de templomban nem. Nem engedték egyszerűen. És éppen ezért az orgona soha nem lett ilyen értelemben koncerthangszer, nem lett a nagy közönségi, és ez meghatározta a repertoárját is. És ezért van, hogy a mai napig mondjuk egy filmzeneszerző nem gondolkodik abban, hogy milyen iszonyatosan sokat megspórolhatna például a költségvetésben, hogy azokat a hanghatásokat, amit nagy zenekarral játszatnak el, ahol 90 ember kell fizetni, az orgonával, ami egy sokkal olcsóbb, megcsinálják. Volt ennek eredete, mert a 10-20-as években, amikor megjelentek az első néma filmek Amerikában, akkor épültek ezek az őrült nagy úgynevezett mozi orgonák. A vászon mögött egy hatalmas orgona volt. Az orgonista ott lent a vászon előtt egy ilyen kis takarásban ült,
nézte a vásznon történteket, és játszott hozzá zenéket. Részben improvizálat, ismerte a filmet, tehát nagyjából tudta, hogy mi következik. Ez egy őrült nagy műfaj volt, olyannyira, hogy én nekem az egyik akkori nagy mozi, amerikai mozi organistának sikerült belenéznem a kottatárába. Nem úgy volt összerak, hogy Bach művek, Handel művek, hanem az temetés. A főhőst kidobta a mennyasszonya. Tehát ilyen tematika szerint volt összerak, és így válogatta a műveket hozzá mindig, vagy improvizált. Arra gondoltam én az előbbi kérdésemmel, mert aztán most elkanyarodtunk, hogy a Star Wars és a Harry Potter repertoárba vétele, az különösképpen a te esetedben, aki szerintem remekül bánsz a sajtóval, és egyáltalán az imázsépítés egyik szerintem jelese vagy Magyarországon, ezek nem véletlenül történnek. Ilyenkor mindig azért kell kicsit rögzítenem magamba, mert én is már megnéztem egyszer a YouTube-on azt a... Egyébként nagyon szórakoztató, nagyon, hogy is mondjam, szomorú részt, amikor szegény Aracki Lászlót egyszer valaki behúzta a csőbe, és... Igen, láttam én igen, is. Igen, és ő tulajdonképpen szegény, hogy védte ott a saját és a mundér becsületét, és nem vette időben észre azt, hogy már régesség benne van a kelepcében. De ez most milyen, hogy jutott eszedbe ez az analógia? Hogy ő pont az egész műsor arról szólt, hogy az imázsépítés. Ugye a riporter folyamatosan ja, arról igen, beszélt, igen, és igen, aztán igen. Ezzel kapcsolatban keresték őt meg. Nézd. Akkor máshogy kérdezem. Igen? Az, hogy... Ez a brand, ami ma a Varnus Szavér brandet jelenti Magyarországon, ez különösen a kezdet-kezdeti, mondjuk a 90-es évek elején, egy jól működő PR boszorkánykonyhának az eredménye, vagy ez mind a te eszedet dicséri? Nézd, van itt egy olyan pont, amivel én soha nem tudok elszámolni. Ez 1990. április 20-a. 89. novemberében jöttem vissza Magyarországra először, és tulajdonképpen tényleg egy ilyen engem váratlanul érő esemény hozott haza, hogy tüdőgyulladással feküdtem a montreali lakásunkban, kisfiam lehetett talán a kisebbik, 2-3 éves, ott mellettem sertepert élt, és néztem a tévét, a CBC-nek az esti híradója volt, és egyszer csak tényleg a legváratlanabb ponton, két fogpaszta reklám között, tényleg olyan furcsa volt a hirtelen váltás, megjelent az általam addig ismeretlen Szűrös Mátyás a parlamenterkén, és kikiáltott a Magyar Köztársaságot. És ez annyira megdöbbentő volt, hogy valahogy úgy gondoltam, hogy most haza kéne menni. Eljöttem Magyarországra, és mivel én gyerekkoromban nagyon olyan emlékekkel mentem innen el, hogy tényleg az orgona az a világ legizgalmasabb műfaja, és tömegek szeretnek orgona koncertekre járni, mert akkoriban a Mátyás templom péntek esténként, amikor a Filharmoniai orgona koncert volt, gyakorlatilag olyanná alakult az egész budai vár, mint hogyha megint csak a törököktől foglalnák vissza, tehát ilyen budavárostroma feeling volt ott a Mátyás templom környékén, olyan sokan akartak bemenni. Ez hirtelen megfogyatkozott, és azt láttam, hogy nagyon jó nevű kolléganőmnek a zeneakadémiai és jól megkérdetett koncertjére talán összesen 20 jegyet adtak el. És ez akkor engem nagyon megdöbbentett, nem is akartam itthon maradni, mert egyszerűen ebben a sikertelenségben én nem igazán láttam lehetőséget, hogy az orgonát népszerűbbé tehessem. És akkor volt egy furcsa dolog, hogy egy ígéret miatt mégiscsak április 20-án a Budapesti Egyetemi Templomban az egyetem téren kellett egy koncertet adnom is. Ez olyan csöndes jeltelenségben volt ez a koncert, és ráadásul valamiféle ilyen félig-meddig katolikus egyházon belüli szervezés volt. És akkor egy nagyon furcsa dolog történt, hogy az egyik pesti ilyen esti művészklubnak a tulajdonos nője, aki gyerekkorom óta ismertem, azt mondta, hogy te hallottam, hogy lesz egy ilyen koncerted. Mondd, van rá valamiféle szóraanyagot? Mondom, semmi. Itt van nálunk lent a pincében egy öreg romaior nyomdagép, én egy kicsit tudok offset nyomni. Én nyomok neked egy szórólapot. És ez a drága hölgy kinyomta életem legrandább szórólapját. Tehát ma már feltűnést keltene ennyi szép mosolygó és kedves szórólap meg plakát mellett egyszerűen valószínűleg. Na, berobbanna ez újra, eljött 22 év után ennek az ideje. Tehát az akkor borzasztóan csúnya volt. De a barátok lerakták a városban több pontra. És ez hozta be a közönséget? Április 20-a este 6 órakor befejeződött a mise, és 7 órakor kezdődött volna a koncert. A templom kiürült, én ott ültem az orgonánál,
fél hétkor bejött a sekres, és megkérdezte, hogy érdemes lenne bezárni a templomat, de nem fog senki jönni. Hát mondom, szerintem várjunk meg egy picit. 3-4 hétkor megérkezett Kistétényi Melinda, megérkezett anyukám, meg az öcsém, mondom, legalább nekik játszok, olyan szép ez az egyetemtéri orgona. És aztán valahonnan megjött 20 ember. Aztán onnantól fogva fél percenél 20-30 ember érkezett. 7 óra 5 perckor a templomnak az igazgatója megkérdezte, hogy van valami hangszóró, hogy kiraknák a templom elé, mert már ott állnak az emberek. Most ezt az egy pontot nem értem. Tehát gondolj bele, ott voltunk a választások előtt. Az egész akkori világ oly turbulens volt, mindenre gondoltak, csak éppen kultúrára, nem az emberek. Ráadásul április volt, rohadt jó idő, kifejezetten szerelmes párokat a Margit-szigeti üzekedésre csábítődő, és egyszerűen dugig megtelt a templom. Tehát, hogyha van egy csodálatos pontja az ügynek, akkor az valószínűleg akkor volt. Ez volt a fordulópont, tehát ebben semmi dörzsöltség, semmi ebben tudatosság semmi, nem volt? Az égvilágon semmi. Ebben... De utána viszont tudatosan értél a sajtó adta lehetőségekkel, nem? Nézd, a sajtó akkor nagyon ki volt éhezve, mert az akkori kulturális élet azért 20 évvel PR-ban önmaga lehetőségei mögött járt. Tehát akkoriban tele voltunk néma muzsikusokkal, akik, hogyha megjelentek a televízióban, akkor gyakorlatilag megszólaltathatatlanok voltak, vagy egyszerűen szakbarbárok, és semmi más nem lehetett tőlük kicsikarni, mint nem tudom, ütemjelzéseket és szerzőkkel kapcsolatos gondolataikat. És ehhez képest azért, mivel én akkor már elég régóta Kanadában szocializálódtam, azt láttam, hogy hát egyszerűen az árut verbálisan is el kell tudni adni a közönségnek. Mert hogy megint egy idézetet mondjuk, Balzac mondta, hogy egy remek művet megint is semmiség, de a kiadás, ahhoz kell a zsenialitás. Tehát ugyanezt éreztem én is, hogy egyszerűen el kell adni, mert én tudok valamit, tudom azt, hogy ez az öreg lipcsei bácsi Johann Sebastian Bach rohadt jó muzsikát ért. És egyszerűen megüt a guta attól, itt él körülöttem egy 2,5 milliós város, és ezek nem tudják. Ez volt benne csak? Ez folyamatos... Ebben nem volt exhibicionizmus? Annyira volt exhibicionizmus, amennyire egy hordozó rakétának van valamiféle üzemanyaga, hogy elvigye az üzenetet. Értem, igen. De önmagában nem lövöldözünk. Nem ez volt a cél. Önmagában nem lövöldözünk föl hordozó rakétákat, mert azt kiszeltündének hívják. De hogyha van valami, amit be akarsz juttatni, érted? Tehát ami fontos. És hát végül is utóvégre gondolom, ha csak hordozó rakétám lett volna, akkor 22 év után nem lenne teltház. És élvezed még annyira ezt az egész, mondjuk úgy vircsaftot, amit mondjuk így a média megjelenések és a média cirkusz jelent, igen, mint hát mondjuk ez korábban? Ez jelentősen változott, mert maga a média is nagyon megváltozott. Ez azért volt nagyon feltűnő nekem, mert egy esztendővel ezelőtt egyik unokaöcsémet rabszolgamunkára fogtam be, odaadtam neki 2 hatalmas nagy ládányi újságokból kivágott cikket, ami 22 év alatt gyűlt föl, és az egészet beszkennelte. És ráadásul rögtön megfelelő tematikával sorrendbe is rakta őket, és ez 7200 cikket jelentett, és ebben a nagy cikkek voltak benne. Eleve megdöbbentett, hogy ilyen iszonyatos mennyiséget írtak. A másik, ami nagyon megdöbbentett, hogy ott lehetett igazán a sajtóváltozását tökéletesen látni. Tehát mondjuk a Blick 1990-es évek utolsó éveiben még csinált olyan nagy, az újság legközepén 2 oldalas, dupla oldalas interjút, amit ma már lehet, hogy az élet és irodalom sem vállalna be, mert túlságosan, hogy is mondjam, mély. Tehát egészen más volt, és az újságoknak, meg egyáltalán az egész médiavilágnak ezt a folyamatos értelmi zuhanását azért nagyon nyomon lehet követni, pont ebben az archívumban. És lehetett látni, hogy az, aki 2 évvel korábban egy fantasztikus cikket csinál, bizonyos szerkesztői és tulajdonos utasításokra, hogy kezdi a saját magyar nyelvét egyre inkább a 22 szóból álló bulváros verbalitáshoz illeszteni. Tehát, majdnem, hogy tudatosan vonultál ki ebből? Tudatosan léptél egyet hátra? Somogyi magányodba? Nem, ez nem. Nem volt ebbe tudatosság. De elsősorban is azért, mert végül is 2002 meg 2010 között, vagy 11 között elég aktívan nagyon sok közel 600 adást megcsináltam a magyar televízió számára komoly zenével kapcsolatban. Tehát volt egy olyan fajta elfoglaltságom, ami azért azt a népet, azt a közönséget, akit odáig azért mégiscsak rávettem jó szóval, ármánnyal, kedvességgel és magának, Bachnak az üzenetével, hogy járjon koncertre, egyben lehetett tartani. És tudod, ez egy érdekes dolog volt, mert nem olyan régen
nem olyan régen egy nagyon legendás magyar újságíróval beszélgettem, és pont erről beszéltem, hogy szerinted fent kell tartani egy brandet? És azt mondta, hogy neked már nem. Mert vannak olyan magyar jelenségek, mint mondjuk Konzsuzsa, aki sokszor hónap vagy évszámra nem látszik Magyarországon, de mégis amikor visszajön, akkor mindenki tökéletesen be tudja rakni abba a képbe. Tehát azért, hogy is mondjam, az életmű, amit korábban felépített, látszik annyira még az idők táblatában is, hogy azért ne kelljen lábjegyzetet rakni, hogy ki Konzsuzsa, tudod. Úgyhogy valami ilyesmit érzek én magamon is. Én őszintén, hogy teljesen el voltam arra készülve, hogy nyilvánvalóan, hogyha a sajtóélet változik, akkor én ilyen értelemben, hogy is mondjam, marginálisabb szereplő leszek a muzsikámmal együtt. Meg tudnád még azt csinálni, ha akarnád? Hogy marginálisabb legyen? Igen. Én nem tudom, hogy ez hogy kell. Tehát az odavezető folyamat sem ismeretes számomra teljesen, de a visszavezető sem túlságosan ismeretes számomra. Nem, inkább az a furcsa, hogy úgy, tényleg napi szinten, én néha megdöbbenés szintjén veszem észre, hogy olyan emberek, meg olyan rétegek ismernek, akikről abszolút nem gondolnám. És tényleg azért meglepő, mert 4 nappal ezelőtt egy barátommal ültünk, és a kocsiban, a Moszkva téren, ahogy odajöttek a hajléktalanok, és kértek, és be van készítve, azt vagy parkolásra, vagy nekik szánom azt a pénzt. Rögtön művész urazott az a hajléktalan bácsi, akivel egyébként nem néztem volna ki, hogy akár tényleg egyetlen szót is vicsorgáson kívül tud mondani, és valamit említett, hogy itt és itt hallott engem egyszer orgonálni. Tehát, és ez nem egy elszigetelt eset. Én tényleg azért döbbennek ezen meg, mert valószínűleg nem az intenzitása volt az én itteni munkásságomnak az erős, mert soha nem volt igazán intenzívet, itt mindig voltak sokkal intenzívebb jelenlétek, hanem inkább a hosszúsága. Tehát hosszú idő alatt úgy átadottam itt ezt a dolgot, mint nem tudom, a sármelléki repülőteret a kerozin, amit utána nem tudom hány milliárdért lehet csak megtisztítani. Tehát ha az a kérdésed, hogy mennyi milliárdért lehetne engem megtisztítani, vagy engem kitisztítani a magyar gondolkodásból, akkor szerintem nagyon sok. Nagyon sok. Hát őszintén szólva nem ilyen szavérre számítottam. Tehát milyen én egy picit csipkelődős, harsányabb szavérra egy másik arcodat ismertük. Jó, most de ne felejtsd el, hogy te egy roppant értelmes ember vagy. Az ember elsősorban is, ahogy mondtam a beszélgetés elején, ott szórakoztatja magát, ahol hülyékkel találkozik. Mivel ma nem volt szerencsém egy hülyével sem ülni egy stúdióba, ezért te elő tudtad húzni azt az énemet, amivel egyébként én sokkal jobban meg vagyok, mint a másikkal. Nagyon köszönöm. Én is. És örülök, hogy találkoztam. És örülök, hogy ennek a nagy listának a végére én is bekerülhettem. 90-ként. Köszönöm szépen. Köszönöm.